bizony nem lehet elégszer elmondani azt, hogy figyeljünk oda a dolgainkra, hiszen én sem figyelek mindig a saját dolgaimra, és így lehet az, hogy még csak most vettem észre, hogy nekem bizony Heroes of the Storm alfa kulcsom van, úgyhogy most játszunk is vele. Addig is, inkább tartok egy kis oktatást. Oké, hogy skinek, oké, hogy ingyenes játék, de ezt nézzétek már meg. Tök jó, páncél. Ez mi a tököm? Most ez mióta Diablo, miért bántják szegényt? Sőt, ne, a színét is tudom állítani. Istenem, hát ez olyan szörnyű. Oké, montokat lehet venni. Ez például nekem nagyon új ebben a játékban, hiszen be kell kapcsolgatni a montot, mert különben lassan mész nagyon. És erre nagyon figyelni kell, sokat lehet ezen bukni. Hero info. Különben ability-eink vannak, mint ahogy bármelyik másik ilyen mobile játékban. Vannak ilyen hero ability-k, szerintem ez a ulti. És most már kiítottam a másodikat is. Vannak ilyen talentek, ezeket fejlődésenként nyithatjuk ki, és mindig erősítenek valamit. Egyre több variációs lehetőség van, ahogy egyre jobban fejlődünk. Pénzért persze mindent meg lehet venni, különben pénzért, tehát ilyen teljesen unlock, azt gondolom az összes képességem megnyitva. Invite-olt valaki egy partiba, hát persze belépünk. Azt a mindenit, itt az egész csapat, és ott van még egy Diablo. Ez például engem nagyon zavar, hogy többen lehetnek egy ilyen izéba. Hát persze, a karácsonyi skinek. Azért ez elég bedesz. Meg ez is. Hú, ezek mind jók. Ez is kemény. De azért vannak szar skinek. Mindjárt mutatok egy-két szart. Várjátok csak. Mutatok én szar skint. Na jó, ebbe is van vicc. Na jó, még ezt is értem. Ez király. Még ez is. De akkor is találok, hát az előbb a Diablo az, hogy... Hát ez mi? Könyörgöm. Ez milyen skin? Nem ár. Ez még nem is vicces. Csak én nem értékelem. És a Diablo, amióta rákpofa, azt a mindenit. Elkezdődött a meccs. Érdekessége ennek a játéknak, hogy minden pálya valami különlegességgel van megfűszerezve, és ha teljesítünk valamit, például itt Control the Shrines, Free Dragon Knight, és a többi, akkor átállnak hozzánk ilyen hatalmasabb szörnyek, amikkel elég könnyű nyerni. Mármint ha velünk vannak, ha ellenünk, akkor kicsit nehezebb. De ezen kívül mindegyik, előbb például egy kalózos pályán játszottam, ahol ágyúzni lehetett, tehát így meg van fűszerezve a dolog. Na. Most látjátok a grafikát, és látjátok azt, hogy milyen szuperul néz ki az, amikor Diablo egy paci lovagol. Gyerekek, ez ami eszméletlen, nem? Hát igen, Blizzard, te aztán tudsz. Na mindegy, vannak érdekességek ebben a játékban. Itt látjátok a térképet. Engem nagyon zavar, hogy nem tudom, hogy LoL-ban így van, mert vagy csak én nem emlékszem rá, de nem tudsz kimenni a hősöd. Tehát a hősödnek benne kell lenni a monitorodban, látjátok? Nem lehet egyáltalán kijönni. Úgyhogy rá vagy kötelezve a minimap használatra, ami viszont nagyon jó. Itt egy talentum, kiválasztottunk egyet. Itt vannak a képességek lenn, látjátok QVE, ugyanaz a beosztás. Itt van az ulti, vagy heroic ability, tehát ami különleges. És itt egy nagy oszlop. Ezekkel a cuccokkal lehet meg valamit csinálni, vannak ugyanúgy, mint a LoL-ban, jel lehet bújni a sövényekben. Aztán lehet harcolni. Hú, nagyon halkra állítottam a izét. Ezt mindjárt átállítjuk, amíg meghalok. Most már kicsit jobb lesz. Na tehát, még nagyon béna vagyok ebben a játékban, de próbálok segíteni mindenkinek. Egy nagy, kemény milli harcossal vagyunk, tehát buta, mint a fajék, ütni tud. És vannak spellei, ennyi. Úgyhogy ebben talán nem tudok olyan hatalmas galibát okozni, bele a közepébe azt nyomom a tüzet. Ezt tudja, ezt nagyon jól tudja. Emlékezhetünk is rá a jó kis Diablóból. Ezen kívül tudok megfogni egy pillanatra embereket így, meg levadászni. De még az elején elég gyenge vagyok. Ezt kell kontrollálni. Ha ezekből kontrollálunk egy párat, megidézhetjük a sárkányt. Na most ezt mindjárt. Ezt. Mi lenne a... Ott valami beakadtunk az előbb elég csúnyán. Ez az. Még egy ütés. Megvan. Ja, és a másik különlegesség, amit szinte biztos tudtok, tehát azért nem olyan hű, de érdekes ez a játék, mert már biztos láttátok, de
nincs személyes XP, tehát közösbe gyűjtünk mindent. Ha győzünk, ha vesztünk, az mindegyre megy, együtt sírunk, együtt nevetünk, így lehet mondani. Úgyhogy nem lehet elhúzni, és nagyon-nagyon megérzi a csapat, hogyha valaki nem dolgozik, hiszen lustálkodva kapja az XP-t, amit a többiek gyűjtenek. Kicsit eredményesebb a dolog, hogyha együtt játszunk. Ajaj. Nesze. Csúzol ott mindjárt. Gyertek csak. Eddig tudtunk szabadon mozogni, és visszajutunk a szuper minimális pici póninkra, amivel belovagoljuk a világot. Na most megmutatok nektek egy ilyen tűzrakó helyet. Ugye mondjuk a Dotába vagy a LoL-ba ezeket ilyen legyőzöd, és akkor az lesz benne a szuper, hogy plusz XP-t kapsz. Na hát itt ez nem így megy, hanem a legyőzöd őket, akkor átállnak hozzád. Igen, jó hallottátok, tehát legyőzitek, utána megjelenik egy kis köröcske, elfoglaljuk ezt a kis tűzrakóhelyet, és ez a pár szörny, ez beáll a mi seregünkbe, addig, amíg élnek, tehát amíg nem halnak. És nagyon-nagyon jól néz ki az, és nagyon jó, hogy gondoltak ilyenekre, hogy ezek a szörnyek minden pályán máshogy néznek ki, tehát jó, mindig két ekkora szuper nagy óriás, viszont van, amikor kalózók, és akkor egy ágyú van a hónuk alatt, meg van, amikor ilyen lovagoknak vannak beöltözve, mint például ebben a pályába, és ez szerintem nagyon sokat dob a játékon, hogy ilyenekre figyeltek, hogy nem mindig ugyanaz a pálya. Ugye egy mobában sokszor az a baj, hogy tényleg mindig ugyanaz a pálya, mert egyszerűen ez van, ebben játszol, aztán kész. Most például elfoglaltam ugye a területet, és akkor hozzám is állt ez a két szuperszónikus, nagyon okos lovag. Ezek különben ilyen távolsági lövők, tehát ilyen katapultnak felelnek meg mondjuk. Nem tudom, hogy ezek változtak-e ebben a dologban, de szerintem nem. Nem, ez tényleg ilyen katapult cucc. Viszont semmi élete. Itt vagyok, úgyhogy használjuk az egyik gyors gombunkat, a B-t. Hearthstone, hát persze. Reklámozzuk ugye már a kártyajátékot, de különben el kell mondani, hogy nagyon nehéz nem reklámozni, hiszen a Hearthstone az maga a Warcraft világában átemelt teleport kő. Úgyhogy... De így nagyon jó, hogy ugyanúgy nevezik el a cuccokat, úgyhogy kb. Itt vannak is B betű jelecsköt, látjátok alul. Ez is ugye a Hearthstone jelének az alakja, sőt, igazából a főbázisunk két része is ugyanolyan kis kavics alakú. Úgy látom különben, hogy lehet, hogy hamarosan meg tudjuk idézni a sárkányt, vagy valami hasonló. Jaj, nagyon messze mentél. Úgy, itt mindjárt harc alakul ki. Jaj. Láttátok azt a kis zöld szívecskét? Azt ilyen HP visszatöltő, néha lehet szedni a földről. Nem tudom, hogy mindenki látja, vagy csak én. Tehát mindenkinek esik ilyen randomizáltan egy pár darab. Mert ezt jó lenne megtudni, mert egyszer-kétszer már láttam azt, hogy átmennek fölöttem, meg ilyenek, de nem veszik föl, úgyhogy valószínűleg szerintem csak minden hősnek kioszt egy párat. És ennyi a különleg. Úristen, már megint itt vagyok egyedül, nem figyelek, és itt maradok egyedül. Nem igaz már. Megpróbálom összeszedni az összes mobás képességemet, és normálisan játszani, hogy élvezetes legyen. Különben ne féljetek, nagyjából fél óra alatt lemegy egy meccs, úgyhogy az egészet le akarom adni, mert hát ez most nem egy ilyen végigjátszás, vagy bármi valami, hanem igazából ezt a játék fajtát akarom bemutatni, ami nekem is elég új, úgyhogy kb. Mindennel küzdök, ami ilyen izgalmas. És mindig beakad, meg egyedül vagyok, úgyhogy valaki segítsen már ebbe. Itt ezt a supportot nem igaz, nem lehet legyőzni itt egyedül. Ekkora vagy te. De folyamatosan lő hátul a damage dealer. Aztán itt nehéz. Ketten vagyunk itt ebben a dakival, aki úgy látom, hogy... Nesze. Ekkora sárkány. Ez nem jó az a sárkány. Ajaj. Figyelj, azt mondják az emberek, hogy nem jó itt nekünk. Na jó. Nem lehet elkapni. Átalakul valaki a sárkányjá. Ez komoly. Itt tényleg az történik? Mindjárt. Jó, már megint. És még a térképet sem ismerem, mert meneküljek. Ne, mindjárt átjutok. Ez az. Most ezt megúsztam. Diablo elég mackós különben, később azért jobb lesz. Csak fejlődnie kell sokat.
megkaptuk az ultinkat, vagy valami hasonlót, ez egy ilyen démoni runát idézek minden ellenfél köré, aki ott van, és ez szépen egy 341 sebez egy bizonyos idő után, úgyhogy ez poén, például meg is nyomtam, itt vannak a démoni runák, puff, puff, puff. Ja, ez egyiket elkapjuk, de olyan sokan vannak itt, hogy... Ez az. Hát, nagyon annyira lesebeznek, ennyire elhúztak, 13-11. Nem is olyan hű, de durva. Ez az. Okos, visszajön, ezek jók, ügyesek játszanak. Aki stunolja már, ez az... Éni. Ne! Szép. Meg volt. Na végre, szabad mozgás van a térképen. Engem különben nagyon zavar, hogy valamiből több karakter is lehet. Nem tudom miért. Érted, hogyha valami különleges, nem tudom milyen karakterrel vagyok, akkor ne legyen már belőle több a pályán. Hiszen az nagyon nem jó. Elmondja az egészet, szerintem. Különben izgalmas ez a MOBA. Én azon gondolkoztam, hogy nem lesz olyan kompetitív, vagy annyira bonyolult, mint maga a Dota. Viszont nem is olyan lesz, mint a LOL, mert annál meg egy kicsit nem is tudom, hogy mondjam, más. Úgyhogy azért gondoltam, hogy most belülni egy harmadik játékot a kettő közé, ami már így is úgy is van, nem tudom, mi értelme lesz, de majd kiderül. Ez. Most ezt elkapjuk, ez az. Jaj, kaptam egy stuncsit. Ez az. Ne, megint én megnyelom itt. Ajajajajajajaj. Szép, lőjed. Mindjárt csúzolok, de hát Istenem. Jó lesz az. A francokat vagy firma, na fest, nem vagy te semmi. Jake Sully. Legyünk. Nagyon-nagyon bejöttek már a bázisunkra, elég pofátlanul. És a másik oldalról is jönnek. Hamar vége lesz ennek a mesnek, úgy érzem. Na, ezeket legalább visszanyomtuk. Srácok, ott, mi lenne, kihasználnánk mondjuk a térkép adottságait? Ott akarjél menni, ott, jó lesz az. Ez az. Mindjárt meg lesz. Nem áll, és megint megöl ez a valami. Teleportál, mindent csinál itt. Ez így nagyon rossz. Tudod, mit hiányolok? A tárgyakat. Nem tudok tárgyakat venni. Egyszerűen ez van, amin van. Tudom a statokat növelni, a talentekkel tudom fejleszteni a cuccokat, de semmi tárgy. És megint nem nyoltam be a lovacskát. Hiszen olyan szuperú néz ki. Na, megint fejlődtünk, a csapat jól dolgozik, én meg szarul. És nem megy a flémelés, úgyhogy érdekes. Megint valaki sárkány, úgy látom. Ezt megesszük, ez az. Ez nagyon jó, hát két lövésből levesznek. Nesze. Nem, megint lő, mint az állat, olyan kritikeket, hogy valami hihetetlen. Ne! Gyere csak ide gyere be. Az a vagy a lovacska, az nem olyan, hogy egyből bejön, hanem egy csomó idő meg betöltött. Itt jó, itt egyből bejön, mint a főbázisnál vagyok, vagy mi Nexusnál, bocsánat, Nexus. Igen? Nesze. Védjétek a bázist. A többiek? Senki? Nem él senki? Még nem mernek nagyon bejönni. Mi lesz itt? De szépen belesétáltam abba, mint ami nyomjára csinálták volna ezt a izét.
Hol lesebeztek? Jó, most aztán biztos utána jön. Oho, hol a többi hős? Egy ott fönnharcol. Na jó, el lehet menni a hőstől, de csak a térképre kattintva. Mi kontrolláljuk? Nem mi kontrolláljuk. Most mondták azt, hogy mi lesz a sárkánnyal, de semmi nem lesz a sárkánnyal, mi szívunk. Most már tök mindegy. Gyertek csak. Valami messziről lő az a szemét, hogy olyan hihetne. Gyenge vagyok, hogy valami hihetetlen. Egy meghalt, ez az, az is meghalt, ez az. Mindjárt kinyírják a fővárosunkat. Gyerünk. Na, valami legalább történt. Látjátok mennyi idő, amíg betölt a ló? Kb. Mint a teleport, vagy olyan hasonló, úgyhogy azért ilyen érdekes, nem lehet harc közben nagyon nyomni. Fülülről be akarták nyomni a izinkat. Ezt meg el kéne foglalni. Hú, mennyi dolgunk van. Különben remélem tudtok figyelni a térképre is, közben milyen szépen ki vannak dolgozva az elemek. Nagyon tetszik. Úgyhogy elindult a sárkányharcos. Nincs itt semmi. Szuper. Itt van valami? Hát, ha van esélyem. Sárkányharcos, gyerünk. Nem tudom, lesz tánolni vele a szuper képességemmel. Itt nagyon jön. A Nexusnak lőnie kéne. Hű, ez meg mi a szar volt? Ne, lőd! Ez az. Lőd. Gyerünk, meg tudjuk csinálni. Ez az. Ne, vesztettünk. Hát hirtelen ennyi volt ez a szuper játék. Remélem eleget tudtam belőle nektek megmutatni. Nagyon izgalmas, úgyhogy még jó pár kört biztos játszani fogok. De szuper, gyűjtögethetjük ezeket a goldokat, és kinyithatjuk el a hősöket. Látjátok, hogy nem szórja olyan szépen azért a játék. Vannak ilyen achievement szintek, amikért 1000-et mondjuk kapunk. A legolcsóbb hős mondjuk 2000-be kerül. Ugye két ilyen szint után ez már megvan. Most meg is kaptuk az 1000 aranyat, úgyhogy ki is nyithatjuk a másik hőst. Az még pedig egy ilyen pici pandalány lesz. Sőt, még totál 1020, ja igen, hát persze, hát nézzétek meg, itt vannak a hősök, és hogyha jól látom, akkor Liut most, vagy Lilit most meg is vehetjük. Viszont egyből persze Murlockot akartam megvenni, de nézzük, hogy mik vannak még 2000-ért. 7, 4... Kéne listázni, de most lust vagyok meg. Apa! Itt volt. Oh! Reynor! Buy with gold, hát persze! Meg is vettük, ready to use.